Hát az, hogy a napfény városa, az konkrétan kamu. Ez itt a... Tudom, inkább három heti hatás, de az elmúlt hetekben jócskán le voltam kötve melóval, lényegében hétfőtől vasárnapig. Voltam az internet hangüli konferencián kerekasztal beszélgetéseket vezetni, kiválasztottuk a Richter-Mindrun döntőseit, egy szuper jó csapat jött össze, úgyhogy szerintem erre majd még valamikor visszatérünk a jövőben. Most pedig itt vagyok workshopot vezetni Szegeden, mert hogy nagy segítség ez a Csongrád családoknak. Nagyon helyének nézhettem ki, mert most kérdezték meg, hogy nem tudom-e, hogy hol van a Fekete Ház. Soha nem hallottam róla, de mondtam nekik, hogy az ott sötétbarna, úgyhogy lehet, hogy az is megteszi. Mivel viszonylag kevés időm van, ezért a mai heti hatás egyetlen rovata a komment szekció lesz. Nézzük, hogy miket írtatok Instán. Mit tanulsz az ELTE-n? Lehet, hogy ezt a kérdést nem illik itt Szegeden feltenni, meg egyébként sem tanulok, hanem kutatóként dolgozom. Az etológia tanszéken vagyok tudományos munkatárs, adatelemzésekkel foglalkozom, illetve különböző mesterséges intelligencia alapú megoldásokat próbálok a kutatás szolgálatába állítani. Azt hiszem, nagyon röviden így tudom összefoglalni. És ha itt visszautalok az internet hangüli konferenciára, nagyon vicces volt, hogy középiskolás koromban az első kutató, akinek ugye a nevét a biológiához tudtam kötni, az pont Csányi Vilmos volt, az etológia tanszéknek az egykori vezetője, és nagyon fura volt, hogy pont az internet hangüli konferencián találkoztam vele most, múlt héten, vagy két hete, tehát most először, ami egy nagyon-nagyon fura és egyben nagy élmény volt. Egyébként nem igaz, hogy nem tanulok, mert kutatás közben is rengeteget tanulok, új technikákat, szemléletmódot, meg nekem nagyon új az is, hogy etológusokkal dolgozom együtt. Úgyhogy izgalmas, izgalmas munka. Nézzük a következőt. Mikor jössz megint Óbudára? Stalker. Viszonylag sokat járok Óbudán. Az egy csuka fogta róka volt. Itt egy Insta-sztorira utalt a kérdező, ahol kumisz szagol éppen egy kitömött rókát. Nem nagyon tudott mit kezdeni ezzel a helyzettel. Látta, hogy ott van egy ilyen kutyaszerű dolog, de meg sem mozdul, úgyhogy megpróbálta feltérképezni. Ennek a rókának egyébként egy nagyon fontos szerepe van a kutatásokban, ugyanis egy kutya agyi képalkotási eljárás kidolgozásán törjük éppen a fejünket, ahol nagyon fontos, hogy legyen egy pontos 3D-s referencia képünk az egyes állatokról. Ezt próbáljuk meg megoldani, hogy hogyan lehetne számításilag is a leghatékonyabban megoldani, viszont ahhoz, hogy teszteljük az eljárást, mindenképpen szükségünk van valamilyen állatra, ami nem mozdul el, és a kitömött róka az kellően hasonlít a kutyákra, és kellően stabilis ahhoz, hogy kidolgozhassuk a rendszert. Az agyi aktivitása viszont meglehetősen csekély, úgyhogy majd előbb-utóbb tényleg kutyákra kell váltanunk. Mikor lesz megint Laszkó gazda videó? Nagyon szeretnék csinálni, viszont ha kijutok a telekre, akkor általában dolgozom, vagy pihenek, vagy pihenésképpen dolgozom kétkezi munkát, ami kifejezetten kikapcsol. Onnantól kezdve, hogy videót kezdenék el belőle csinálni, munkaként tekintenék rá, és még egy teher lenne, amire oda kéne figyelnem. Ráadásul az idei év az nagyjából elment azzal, hogy tavasz végéig lényegében nem voltam itthon, nem tudtam rendesen előkészíteni a területet. Megpróbálok úgy időzíteni, úgy gazdálkodni az erőforrásaimmal, hogy legyenek azért rendszeresen onnan is tartalmak, mondjuk jövőre, tavasszal, ha beindul a szezon. Addig ezt egyelőre lehet, hogy pihentetem, és közben úgy látom, hogy elindult az eső, elerett. Elkezdtem becucolni az emlékmű alá, de ott meg borzalmasak voltak a fényviszonyok. Ez meg csak víz. Szóval szoktam azért kiposztolgatni a telekről időnként mindenféle tartalmakat Instára, azokat érdemes követni, már csak azért is, mert tőletek is rengeteget tudok tanulni. A múlt héten például, amikor kimentem, akkor észrevettem, hogy a szomszédtól két csirke átjött a telkemre, ami önmagában nem lett volna izgalmas, leszámítva, hogy le kellett őket vadásznom a kutya segítségével, és visszajuttatnom a szomszédhoz. Viszont amikor ezt kiposztoltam, akkor valamelyikőtök megjegyezte, hogy ezek nem akármilyen csirkék, hanem olyan cemani jércék, nem tudom, hogy így kell-e kiejteni őket, amik túl azon, hogy gyönyörűek és szintiszta feketék, ráadásul még méregdrágák is, úgyhogy örülök, hogy a szomszéd nem azt a pillanatot csípte el, amikor a kutyám szájából lógott ki éppen az egyik. Nagyon óvatosan fogta meg, meg kellett ahhoz, hogy el tudjam kapni rendesen, viszont lehet, hogy szívrohamot kapott volna, de visszajutottak épségben. Egyébként, amikor utána jártam a fajtának és kiposztoltam a kakasról is képet, akkor valaki bekommentelte, hogy BBC. Nem tudom, lehet, hogy arra utalt, hogy ott volt erről valami ismeretterjesztő videó, és hogy nézzek utána.
nem tettem meg. Nincs kérdésem, de szóviccek legyenek. Ez nem megy így izomból, hogy az ember ráfeszül, aztán jönnek a szóviccek, hanem az ember elengedi az agyát, és utána érkeznek. Viszont ma volt egy hír, aminek a kapcsán sikerült lefárasztanom valakit, mindjárt megkeresem. Igen, a Somogyi Főügyészség adott ki néhány napja egy sajtótájékoztatót, miszerint egy környéken élő nőnek a kertjében, brit nőnek a kertjében találtak 100 tő marihuánát. Erről kapásból eszembe jutott az a régi vígjáték, a Saving Grace, azt hiszem az volt a címe, aminek pont az volt a lényege, hogy egy idősebb brit nő elkezd marihuánát termeszteni, hogy a megélhetését biztosítsa, de itt nem egészen erről volt szó. Figyeljetek, sajtóközlemény. Az asszonynál tartott kutatás során egy úgynevezett permakultúra szemlélet alapján kialakított kert fogadott, melyben vegyesen dísznövények, gyógynövények, fűszernövények és az eredeti honos növényzet növényei voltak megtalálhatók. Ez már magában izgalmas lenne Lackó gazda szempontból elemezni, lehet, hogy meg is teszem majd később, de ezután jön a lényeg. A nyomozók ugyanakkor a növények között több mint 100 tő különböző fejlettségi fázisban lévő kenderhibrid növényt fedeztek fel, és itt azon kezdtem el gondolkodni, hogy vajon egy kender növénynek az ára az a fűtőérték? Na, komolyodjunk meg, a Nobel-díjasokról mondasz-e véleményt? Hát tudom, hogy külön adnám magát, hogy most itt vagyok Szegeden, Szent Györgyi Albert és Karikó Katalin egyetemvárosában, és azért azt se felejtsük el, hogy lézerkutatási szempontból is Szeged az egy globális fellegvárnak számít. Úgyhogy nagyon-nagyon adnám magát, viszont amikor aktuális volt a téma néhány héttel ezelőtt, akkor nekiálltam feltérképezni a közvéleményt, és őszintén bevallom, hogy az első kommentek, amiben belefutottam, az első 100 komment lényegében az arról szólt, hogy gyilkos nem gyilkos, zsidó nem zsidó, magyar nem magyar, és ettől egy picit megcsömörlöttem. Az viszont tény, hogy fölösleges volt oltogatni azokat, akik nem vágták kapásból, hogy miről is szól az mRNA-s oltás annak idején, mert a jelek szerint azért a Nobel-bizottságnak is beletelt 3 évbe, míg felfogták, hogy mi a lényeg. Viszont amiről méltatlanul kevés szó esik mostanában, hogy az idei Ig Nobel-díjasok között is volt minimum egy magyar származású kutató. Ezt a Vehír szúrta ki, és amikor elkezdtem nézni az Ig Nobel-díjátadót, ott jöttek elő még egyéb magyar vonat. Egy pillanat utána nézek. Igen, az orvostudományi Ig Nobel csapatban van Margit Juhász, meg egy Emma Csuka nevű kutatónak a neve is. Ők azt a roppant fontos kérdést próbálták meg tisztázni, hogy vajon az embernek a két orjukában vajon azonos mennyiségű szőr nő-e. Ez nyilván vicces kapásból, de ez az Ig Nobelnek is a szerepe, hogy olyanokat díjaznak, akiknek a kutatásán elsőre felnevetünk, de aztán elkezdünk gondolkodni, hogy miről is van szó. Az orrszőrzetnek nagyon fontos szerepe van abban, hogy egy elsődleges védvonalat képez a mindenféle bejutó izékkel szemben. Viszont vannak bizonyos betegségek, ahol az emberek elvesztik a szőrzetüknek egy részét, és ez érintheti az orrszőrzetet is, márpedig akkor ők jobban ki vannak téve különböző betegségeknek, ami nyilvánvalóan nem kellemes. Úgyhogy ahhoz, hogy össze tudják hasonlítani, hogy mennyi az a normál orrszőrzet mennyiség, előbb ezt kell megvizsgálni, úgyhogy nagyon fontos kutatásról van szó, valószínűleg. Azt mondjuk, hogy csak 20 hullát boncoltak fel, hogy megnézzék, az nekem egy kicsit kevésnek számít, de ezekre a kérdésekre általában a kiderültben szoktam kitérni, ami a Szertár Podcastnek az egyik rovata, reklám. Minden esetre a szóviccekre vágytatok, itt is megkapjátok, ugyanis a csapat jelen volt, elmondta, hogy miről is szól a kutatásuk valójában, és így köszönték meg a díjat. So thank you for this noseworthy award. De ez még mind semmi, ugyanis amikor elkezdtem nézni az Ig Nobel közvetítést, akkor az egyik bizottsági tag, Jim Berko Gleason nyitotta meg az egészet, és nézzétek csak, hogy mi van nála. Welcome! Gyorsan rákerestem azon frissiben, és kiderült, hogy a hölgy pszicholingvisztikával foglalkozik, és igen, volt kapcsolata a Magyar Tudományos Akadémiával, de ennél mélyebbre nem ástam magam, mert úgy látszik, hogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon mély nyúl üreg, és a végén kiderülne, hogy az egész világ magyar. Ami persze nem baj, meg hogy ezt azért valahol eddig is, mindig is sejtettük, de attól tartok, hogyha ez kiderülne, akkor a felelősség súlya az agyon nyomna minket. A másik probléma meg, hogy el kell érnem a vonatomat. De annyit még zárásképpen el tudok mondani, hogy felvettünk egy Szertár Podcast adást is a héten Pabbeni barátommal. Feltámasztottuk a hírkvíz műfaját, ami elsőre elég sikamlósra sikeredett. Volt benne szó neandervölgyi péniscsontból készült ékszerekről,
majomorgiáról és arról, hogy beindulnak-e a krokodilok a helikopterezéstől. Na, nem a VV Aurelio féle helikopterezéstől, hanem igazi helikopterhangoktól. Na mindegy, ezek kiderülnek az adásból, hallgassátok meg, én pedig megtalálom az utat az állomásra. Sziasztok! Amúgy nem fura, hogy Szeged nevében is ugyanazok a magánhangzók szerepelnek, mint Debrecenében, viszont ez egy tök jó város. Laknám.